Az új Sólya Miklós Szociális Ház mosodával, zuhanyzási tisztálkodási lehetőséggel, számítógépteremmel, internet hozzáféréssel segíti az itt élő roma és nem roma lakosságot. A közösségi házban kialakítottak egy műhelyet is, ahol 40x40-es betonjárólapokat készítenek el az itt élők saját maguk számára, hogy szebbé és komfortosabbá tegyék környezetüket. Azzal, hogy elmondunk valamit, az még nagyon kevés. Tehát itt kell lenni közöttük, és ez a ház is azért ide került, hogy itt közöttük legyenek, ide el tudnak jönni a ruhájukat kimosni, el tudnak jönni zuhanyozni, tanácsadásra, mert pár métert kell jönni, és a munkatársaink is közöttük vannak. Tehát itt ez a lényeg, hogy ne ők jöjjenek messze távolra el segítségkérésért, hanem ha például kapnak egy levelet, akkor nem tudják, hogy pontosan mit kell tenniük, eljönnek és a munkatársaink segítenek, eligazítják, tehát a közöttük lévés tartom nagyon-nagyon fontosnak. Az átadó ünnepségen elhangzott a nevelés-oktatás olyan esélyt teremt a kisvárdai lakosoknak, az itt élő gyerekeknek, ami alkalmassá teszi őket a beilleszkedésre. Engedje meg nekem, hogy egy idézettel kezdjem, Isten országa köztetek van, mondja Lukács. Én azt gondolom, hogy ebben minden benne van. Ha itt eljövünk, azt látjuk, hogy valami elkészült. Az itt élőknek az integráció keretében egy lehetőség, és ebben minden benne van. Ez fontos nekünk, fontos kisvárdaiaknak, fontos Magyarországnak, fontos Európának, hiszen tudjuk, hogy Isten országa köztünk van. A beruházás egy nagyobb, közel 400 millió forintos projekt részeként valósulhatott meg. A projekt az kettős felosztású, egyik a hátrányos helyzetű északi kertvárosnak a rehabilitációja. Itt több lakás is rendbe lett téve nagyon szépen. A másik része pedig a belvárosnak a egyik épülete, a 18-as, ott pedig éppen a másik oldalt erősítettük meg, a polgári úgymond helyreállítást tettük fontossá, ahol marketing központ lesz, helyi termékek boltja lesz, emellett pedig ott fog működni az orvosi rehabilitáció. És van egy másik programunk szintén, ami most épül, most fog befejeződni, ez valójában a másik szegregátumnak a felkarolása a Tordai úton, ott szintén egy hasonló közösségi ház épül, ami kultúrára, nevelésre fog épülni. Az új intézményben emellett különböző foglalkozásokat is tartanak majd, baba-mama klubot indítanak, szakmai felzárkóztatási programokat hajtanak végre, és életvezetési tanácsadást nyújtanak a hozzájuk fordulóknak. A belső udvaron pedig kertészkedésre, zöldség és gyümölcstermesztésére nyílik lehetőség.